Szervusztok, üdvözlök minden kedves visszatérő és új nézőt itt a Marcellón túl YouTube csatornán, és most, hogy beütött a tavasz és jön a jó idő, mindenki előveszi a bicikliket, mint ahogy én is, őt itt. Ha van valami, amivel feltűnés lehet kelteni, akkor ez az. De higgyétek el, nem ezért van ilyen biciklim, viszont akkor adódik a kérdés, hogy mégis miért? Na, erre fogok választ adni ebben a videóban. Még mielőtt komolyabban belekezdenénk, már most szeretném leszögezni itt az elején, hogy ez nem szponzorált tartalom, illetve reklámozni sem szeretnék semmit, mindössze a saját hosszú távú tapasztalataimat szeretném megosztani veletek ezzel a bicajjal kapcsolatban, mert hogy magyar nyelven, az interneten gyakorlatilag semmilyen érdemi anyag nem érhető el vele kapcsolatban, de akkor én ezen most változtatok. Kezdjük az első, legalapabb, de legfontosabb kérdéssel, hogy mégis mi ez? Ez egy Strida vagy Strida nevezetű kétkerekű. A gyártó egy brit cég, szóval a Strida hivatalos, de én az egyszerűség kedvéért maradnék a Stridánál. A tervező a brit mérnök Mark Sanders, aki egy A vagy háromszög alakú összecsukható biciklit akart létrehozni, a lehető legkisebb tömeggel, a lehető legkevesebb alkatrészből, a lehető legpraktikusabb szállítási módszerrel, a lehető leginnovatívabb dizájnnal. Hihetetlen, de a tervezés már 1985-ben, tehát majdnem 40 évvel ezelőtt kezdődött. 1986-ban elkészült az első példány, ami a Séria Strida 1 néven futott. 1988-ban elnyerte mindhárom brit Cyclex kerékpár innovációs díjat. Legjobb új termék, legjobb és leginnovatívabb brit design. 1992-ig 25 000 darab Strida 1-et gyártottak. Ezek még acélvázzal és dobfékkel készültek. 1998-ban aztán jött a Strida 2, 2002-ben pedig a Strida 3, a 4-es széria Strida Mini néven futott, és gyakorlatilag ugyanaz, mint a 3-as, csak kisebb vázmérettel és kisebb kerékátmérővel. 2007-ben aztán megérkezett a Strida 5. Ez újabb formatervezési díjat nyert, bár mondhatni az alapkoncepció 1985 óta semmit nem változott, viszont a Strida 5 már aluvázas volt, fűzött küllős kerékkel, tárcsafékkel elől-hátul és szabadon futóval. A Strida 5 megjelenése óta mondhatni semmit nem változott, csak finomítottak ezen azon, de ennyi. A britek közben a jogokat eladták, így ma már a taiwani Ming Cycle tulajdona. A modell paletta jelenleg így néz ki. Strida LT, Strida 5.2, Strida SX, Strida Evo és Strida C. A közös, hogy mindegyik aluvázas, kivéve a C-t, de arról majd később, és maximum 100 kilóval terhelhetőek. Nézzük a különbségeket. Az LT 16-szoros kerékátmérővel készül 5 küllővel, műanyag csomagtartóval, melynek terhelhetősége maximum 5 kiló és egy sebességi fokozattal rendelkezik. Az 5.2 szintén 16-szoros kerékátmérőjű, de már 24 darab fűzött küllős felni, minden más egyezik az LT modellel. Az SX már 18-szoros kerékátmérővel rendelkezik és 36 darab fűzött küllővel, alu csomagtartóval, melynek terhelhetősége maximum 10 kg. Jöjjön az Evo, mindene egyezik az SX modellel, az egyetlen különbség a három sebességes agyváltó a hajtó tengelybe építve, azaz ide előre és nem hátra. Ennek a négy modellnek a tömege 10 és 12 kg között változik, méretük összecsukva 116x50x30 cm körül alakul. De akkor jöjjön a Nonplus Ultra, a Strida C, vagyis Carbon, a neve alapján könnyen kitalálható, hogy miből készült. Igen, három küllős karbonkerék plusz karbonváz, így tömege nem egész 7 kg. Ára rendesen csillagászati 3300 eurótól indul. A jelenlegi paripám egy Strida SX, mint már látható, nem túl gyári állapotban, mert ott elől is van táska, meg itt hátul is, de ezekről majd később. És azért fogalmaztam úgy, hogy a jelenlegi, mert aki régebb óta követi a csatornámat, az láthatott már engem egy piros színűvel is tekerni. Az egy Strida 5.2-es volt, viszont attól már érzékeny búcsút vettem. És hogy miért? Hát ezért. Én érdemben az SX-ről meg az 5.2-ről tudok nyilatkozni, mert előbbim van, utóbbim meg volt, tehát ezekkel valós és hosszú távú tapasztalataim vannak.
Az 5.2-t pompás piros színben vettem Debrecenben még 2020 legelején 90 ezer birodalmi forintért. Mivel használható leírás akkor sem volt róluk a neten, ezért ezzel jól beszoptam, mert mint kiderült, nem eredeti volt, hanem egy kínai hamisítvány. Amivel még így önmagában talán nem is lett volna baj, de egy szép napon tekerés közben a hátsó kerékből kitört egy küllő. Na, ekkor kezdődött a kálvária. Sikerült kerítenem hozzá egy cseredarabot, de aztán ezek a küllő kiszakadások olyan szinten rendszeressé váltak, hogy volt, mikor szó szerint 2 kilométer alatt 3-szor kellett megállnom és cserélni egyesével őket. Az eredeti átmérője kereken 2,25 mm volt, amit viszont szerezni tudtam csak 2 mm. Nem tudom, hogy emiatt törtek állandóan, vagy mi más oka volt, a végén áthűztem mind a két kereket komplett új küllőkkel, de azokkal sem lett jobb a helyzet, na ekkor lett elegem az egészből. 80 kiló vagyok, de inkább alatta, szóval soha nem terheltem túl, nem ugrattam vele, stb., mégis állandóan szar volt. Rohadtul utáltam vele menni, hogy a legkisebb gödröt is állandóan kerülgetni kellett, nehogy valami baja legyen, tehát élmény semmi nem volt benne, ezért eladtam. Egy 65 kilós srác vitte el apró pénzért, akit tájékoztattam a jelenségről, de neki akkor is kellett. Azóta sem jelentkezett, hogy nála miként alakult a dolog, így a bringa utóéletéről semmi infóm. Azt nem vágom, hogy az eredeti stridánál is van-e ilyen gond, viszont szerintem ez a 24 küllő nagyon karcsú bele, nem lennék meglepve, ha az origi stridánál is fennáll ez a probléma. De akkor most vissza a jelenlegi paripához, nézzük, ez miben másabb, illetve hogy mit sikerült rajta tuningolni. Az első és legfontosabb különbség, hogy ez egy eredeti strida, nem pedig valami hamisítvány bóvli. Itt ugyanis hátul be van ütve neki a vászszám, a piroson nekem ilyen nem volt, illetve itt elől a kormányon az eredeti stridáknak a márkanév ki van munkálva rendesen az alumíniumból, a piroson ilyen sem volt nekem. Az eredetiségről még annyit, hogy nekem már megvolt a szürke, mielőtt a piros ment volna a háztól, így közvetlen össze tudtam hasonlítani őket. Őszintén már az érzés, ahogy ráülsz az igazira, az is ég és föld, de ez igazán majd akkor jön elő, mikor tekersz vele. A piros az ilyen... csuklott, nyaklott, zörgött, nyiszorgott, olyan esetlen volt az egész, a szürke ehhez képest stabilan, hang és bármiféle bizonytalanság nélkül gurul. Akkor most következzen a tuning, erről a táskáról itt az előbb már volt szó, ezt én nekem ide a vázra egy ilyen alumínium kengyel fogja fel, ezt én CNC-ztem ide, és akkor erre van felfogatva ez az Ortlieb táska, amiről azt kell tudni a legfontosabb, hogy vízálló, és arra már most nem emlékszem pontosan, hogy 6 vagy 7 literes, de a lényeg, hogy ide rengeteg cuccot be tudsz hajítani, a táskádat, a telefonodat, meg az ilyen szírszarokat, mikor viszed magaddal, szóval nagyon hasznos. Aztán itt hátul is van egy másik táska, ez egy decathlonos B-twin cucc, 2,5 literes, ez is vízálló, és nekem ebbe a szerszámok, meg az ilyen belső, mármint pótbelső, meg ilyenek vannak elpakolva, és egyébként meglepő módon ez is nagyon sok mindent elnyel, attól függetlenül, hogy csak 2,5 literes. Jöjjön a többi módosítás! Nekem itt elől a vázra van felfogatva egy bitang lakat, amit innen nyilván leveszek és azzal zárom le, mert nagyon nem szeretném, ha megszabadítanának ettől a biciklitől. Aztán itt a táska konzolára felfogatva van nekem egy bicikli óra, ez is decathlonos, a legprimitívebb, annyit tud mutatni, hogy hány kilométer per órával megyek, hány kilométert mentem meg, mennyi volt az átlagsebességem, de mondjuk nekem ez dosz elég. Aztán itt a vázra hátul meg elől is csináltam ugyanígy alumíniumból ilyen tartó konzolokat, és akkor ide 2 kulacsot tudok feltenni. Nem túl sok, összesen 2 liter vízről beszélünk. Van mikor elég, van mikor nagyon szűkös. A csomagtartó az gyári, azt hagyjuk. Illetve itt a sárvédőknek a végén gyárilag van egy gumi, ami egyébként szart sem ér, mert semmi tartása nincsen, tehát ahogy feldobja rá a sarat és annak súlya lesz, abban a pillanatban így lekonyul a gumira és csak ott zörög, meg minden kínja baja van. És még ráadásul nem is egy nagy mutatvány elhagyni, mert ezt csak simán így ráhúzod a sárvédő végére, és akkor ott van egy ilyen pöcök, ami elvileg tartja, de úgy esik le, mint a szél. Nyilván el is hagytam én is azzal a lendülettel, és akkor ide gyártottam műanyagból ilyen sárvédő hosszabbítót, mert egyébként az eredeti az csak eddig jön,
Tehát hiába van rajta, egyébként ugyanúgy veri fel a hátadra a mocskot. Itt hátul van még nekem egy lámpa, amiről azt kell tudni, hogy ez aksis, nem pedig elemes, és szintén vízálló. Elől a kormányon ott van a foglalata a fényszórónak, azt most nem veszem elő, ott van a táskába. Nem egy túl márkás valami, de a dolgát azt teszi szépen, ügyesen. És amit még megemlítenék, az az ülés. A gyári ugyanis egy annyira kényelmetlen egy valami volt, hogy én azon 2 kilométernél többet nem tudtam tekerni, úgyhogy ezt megfogtam, azt így hajtottam el róla. Vettem rá egy másikat, illetve egy ilyen zselés üléshúzatot, ami mondjuk túl sokat nem tesz hozzá a történethez, de mégis kényelmesebb így ülni ezen a nyergen. Végül essen szó a szerkezet legfontosabb tulajdonságáról, hogy hogy lehet összecsukni. Szó szerint 3 másodperc az egész. Ezt itt megfogod, felhúzod, a többi így adja magát, ahogy egymás mellé bejön így a 2 vázrész, és kész is. Ami még fontos, hogy a 2 kereket odalent ilyenkor egy-egy mágnes fogja így össze, tehát összecsukott állapotban ezt így a kerekén nyugodtan lehet tilitolizni, illetve ami még nagyon fontos, hogy ezekhez a biciklikhez létezik gyárilag hortáska, az enyém jelenleg most el van pakolva, úgyhogy ezt nem fogom majd előtúrni nektek, viszont az internetről vágok be egy pár képet ezzel kapcsolatban. Először mutatnám, hogy így néz ki a gyári állapot szerinti teljes összecsukás. Ezen a képen meg azt látod, hogy lehet ilyenkor tologatni a kerekén. Ez pedig már a hortáska, ebből 2 féle létezik, ez a merev falu, amit most látsz, vagy ez a sima mezei sportáska anyagból készült cucc. Ezek akkor tudnak igazán hasznosak lenni, ha mondjuk egy repülőn viszed magaddal, mert ezt így sima feladat podgyászként felveszik, nem kell szarakodni külön, hogy mint biciklit vegyék fel, csilliós plusz költséggel, annak megfelelő csomagolással és egyebek. Ha már táskák, akkor kismillió gyári kiegészítő is elérhető ezekhez, de ne legyenek illúzióid, ezt is mind aranyárban mérik, és szerintem a legtöbb annyira kicsi méretű, hogy teljesen haszontalan. Ezeket a következő oldalról tudod rendelni, strida.de, strida.com, strida.nl, sőt meglepő módon van egy magyar felület is, hajtható.unas.hu. Én tőlük is rendeltem már ezt-azt, illetve a strida.nl oldal, amit még tudok ajánlani. Nagyon korrekt a webáruházuk, és ott szó szerint minden is van hozzá, csak a szállítási költség az egy horror, de ez van. Ami még fontos, nem kell beszarni ettől a biciklitől a különlegessége miatt, mert teljesen szabvány cuccokból áll, gondolok itt a csapágyakra meg ilyenekre. Ha meg mégis valami speckó dolog kellene hozzá, mint például a szíj vagy a gumi, az SX-re ugyanis 18x125-ös gumivaló, hát ilyen méret meg csak a gyári Strida van, vagy a Schwalbe Kojak, és csókolom, ennek megfelelő árral. De ezeket az említett oldalról simán be tudod szerezni. Tehát nem kell fosni, hogyha valami megkottik benne, akkor lehet dobni a szemétbe, mert az életben nem találsz hozzá semmit. Ha venni szeretnél ilyet, akkor viszont kösd fel a liberódat, mert újat venni elég zsebbenyúlós lesz, az fix. Mindenféle színben elérhetők, többféle felszereltséggel, hogy legyen sárvédő, vagy csomagtartó, vagy sem, bla bla bla, és tényleg minden szart kiválaszthatsz magadnak, hogy ezek milyen színűek legyenek, még a szíjból is létezik színes, nem csak ez a fekete. Viszont használtam vásárlásra alkalmas példányt találni egyszerűen lehetetlen, jelenleg egyetlen eladó példány van a jófogáson, egy szintén szürke SX. Sok minden nem derül ki róla, és szinte biztos, hogy egyesek ledobják a gépszíjat, hogy normális vagy te? 225 ezer forintot egy ilyenért. Pedig ez teljesen rendben van, cirka 600 euróról beszélünk, ami pontosan egy új árának a fele, de mint tudjuk, ezért sokan mások mennyi minden szebbet jobban tudnának venni. Mondjuk egy biztos, ez a kerékpár nem nekik való, de akkor kinek? Én azt gondolom, ilyen bringát csak az vegyen, aki valami különlegességet keres. A dizájnból adódóan ugyanis csak korlátozottan használható. Eleve nem túl nagy a teherbírása, és ezzel nem lehet a járdáról fel meg leugratni, stb. Stb. Magyarul elég kompromisszumos a használata. Ez nem azt jelenti, hogy semmire nem való, viszont az biztos, hogy ésszel kell használni, mert a vadulást nem szereti. Tehát ha nem valami veretős bringát keresel, hanem egy könnyű, egyszerű, összecsukhatós szaladgálóst, ami még cserébe vonzza a tekinteteket is, na akkor megtaláltad, amit kerestél. Az előnyei. Teljesen egyedi megjelenés, egy igazi műalkotás. Jó értelemben vett, igénytelen, gondozásmentes alkatrészek. Tiszta és hangtalan szíjhajtás, ami elvileg 40 ezer kilométert kibír. Tudom, hogy hihetetlen, de elképesztően kényelmes, minden jó helyen van és kézre, lábra esik, magyarul jó a geometria.
Pazar kezelhetőség rendkívül jól manőverezhető. Elől-hátul tárcsafék, ami igaz, hogy mechanikus és nem olajos, de kegyetlen jól fog. Összehajtva bárhova, a sarokba, a kocsi csomagtartójába be lehet lökni, szinte semmi helyet nem foglal és szó szerint 3 másodperc összeállítani vagy összecsukni. Nagyon könnyű tekerni és még az egy fokozattal is lazán lehet folyamatos 15 km/h sebességgel haladni, ha jobban megküldött 20-szal is, de az már hosszú távon fárasztó. Bármilyen alkatrész rendelhető hozzá, ha valami megadná magát. Mivel mindene alu vagy műanyag, ezért nem rozsdásodik. Tömegközlekedési eszközön ingyen szállítható. És ami a legfontosabb, baromi kicsi saját tömeg, így aztán hozni, vinni, pakolni nagyon egyszerűen lehet. A hátrányok? Nem magyar pénztárcára van szabva sem a vételára, sem az alkatrészek ára. Korlátozottan terhelhető és használható. A kormányzás meg egyáltalán a haladás vele megszokást igényel. 186-7 centis magasság fölött felejtős, a térdet bele fog érni a kormányba. Kicsi kerék átmérő, ami miatt minden úthibát érzel, és elég nagy a gördülési ellenállás. Alacsony profilú és keskeny, ezáltal sérülékeny gumik, amikkel igazából csak aszfalton lehet haladni. Még valami nem túl kavicsos murvát elvisel, de földúton teljesen felejtős. Az egysebesség miatt komolyabb emelkedőn használhatatlan. A hátsó fék bovdennyének átvezetése felül a vázon egy gyenge pont, a fékkábel szeret megtörni, benne a bovden kiszállalódik, ekkor elkezd nehézkes lenni a fék, majd később akadni, végül elszakad. Cseréje nem egy nagy mutatvány. A szürke 2022. februárjában került hozzám. Salzburg mellé mentem érte, és az ember egy pajtából túrta elő ebben az állapotban, ahogy most látod, hótretkesen, sárosan. Azt azonnal láttam, hogy lesz vele munka rendesen, mert a két külső gumi rombá volt repedezve, a szíj egy helyen szét volt hasadva, stb. A vicc, hogy még így is 380 eurót kellett leszurkolnom érte, de aztán rendbe szedtem ők elmét. Majdnem rálocsoltam még egyszer a vételárat, mire összeállt, tehát cirka 730 euróba került végül, de nekem megérte. Azóta nagyjából 500 kilométert mentem vele, ami ugyan nem sok, de élveztem minden egyes percét. Ezzel már nem kell a gödröket kerülgetni, meg hallgatni, ahogy recseg ropog menet közben, szóval elégedett vagyok. Egyéb átalakítás vagy finom hangolás már nincs vele tervben, amit akartam, mindent megcsináltam rajta. Úgyhogy egyelőre hajtani akarom, gyűjjenek a kilométerek, azért van. Én amúgy azért vettem ezt a bicót, mert kellett valami kicsi összecsukható, amit magammal tudok vinni az utazásaim alkalmával, akár repülőn is, vagy csak belököm a Twingóba, azt go. Mivel gépész vagyok, eleve nagyon szeretem az ilyen különleges megoldásokat, tehát már emiatt nyerő volt nálam. A szokásos acélvázas 1000 éves kempingkerékpároktól fényévekkel jobb, és ugyan nem olcsó, de nincs a stratoszférába árazva, mint mondjuk egy Brompton meg társai. Szóval ezért lett ez a befutó, és nem is cserélném le semmire. Az már csak külön pluszpont, hogy az emberek mindenhol megállítanak vele és hüledeznek rajta, bár az igazság az, hogy a sokadik ilyen után ez már inkább fárasztó, mint jópofa, de együtt lehet élni vele. Nos, én ennyit gondoltam elmesélni nektek erről a bicikliről, remélem, hogy tetszett ez a videó és elég informatív volt. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornámra, ha ezt eddig még nem tetted volna meg. Ez nekem nagyon nagy segítség lenne, úgyhogy előre is köszönöm. És akkor annyi maradt hátra, hogy mindenkinek jó tekerést kívánjak erre a szezonra, majd később még biztos én is jelentkezek ezzel a bringával, ilyen különböző kisebb-nagyobb túrákról. Ezzel most ez itt véget ért, köszönöm a figyelmet, sziasztok! Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli, 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 de forog a bicikli.